Hát, hogyha a keverésről csinálni kéne videót, akkor abban így ülnék végig. A képernyő változna, de én nem. Esetleg néha így. Aztán megint így. Nagyon izgalmas, úgyhogy ebben nem nagyon videózatok bele. Néha szoktam ilyet. Olyan apróságokat kell kihallani, amiket valószínűleg rajtam kívül senki más nem fog hallani, de cserébe érezni meg nagyon sokat is érzékel belőle az ember. Egy kompresszor. Mit csinál a kompresszor? A kiugró hangokat szépen visszább nyomja, és cserébe a halkabbakat pedig egy kicsit felhangosítja. Jó. Következő equalizer. Ha rajzoltam egy veszedelem nagy görbét ide, akkor következő egy kis hangtisztázás, még egy kis kompresszor, még egy kis equalizer, egy kis emelés ott 3 és 4 ezer között, egy ilyen téreffekt, tehát ez egy ilyen kis visszhangszerű valami. Nézzük meg nélküle. Köszönöm, hogy van szemem, hogy nagy csodáig lássam. Most nézzük meg vele együtt. Köszönöm, hogy van szemem, hogy nagy csodáig lássam. Egyébként óriási a különbség, tehát ettől tűnik valami gagyinak vagy nem gagyinak. Itt van még egy sáv egyébként, ez egy ilyen... egy ilyen kis torz sáv alatta, megbújva. És akkor ez csak az ének volt. Itt egy ilyen egyszálgitárosnak tűnő dal, 26 sáv most így jelen pillanatban. Annyian kérdeztétek, hogy mi van a sörös üveggel, úgyhogy most gyorsan megmutatom nektek. Ott a sörös üveg. A kikukukut végül is szájjal benne hagytam, csak egy kicsit effekteltem rajta. Ezt tudjátok mi? Ez egy sima villanyszerelésből kimaradt végecső. Azért van még ilyen bőven, nézzétek csak a tékozló fiúban pedig. Elindítom. Ez a térden dobolás megy végig benne. Mentem, hogy örökké jó fiú legyek. És ott van végig a térden dobolás. Ezt tényleg így vettem fel, így a térdemen így doboltam, és felvettem. A nagy szombatos dalba meg majd lesz ilyen is. Sziasztok! Itt van az én tündér feleségem, és felveszünk néhány bokát, kaptunk a gyerekek nélkül egy fél óra, egy órát a szüleimtől, úgyhogy most kihasználjuk. Igen. Randi program. Akármerre járok, ott van bennem az öröm. Azért egy kicsit belelendültünk ebbe a vokálozásba, a 10 dalból 6-ba végül is meg fogjátok találni a kis feleségem hangját, de hát annyira jól csinálja, meg annyira király dolgok jutnak eszébe, hogy muszáj volt mindegyikbe beletenni. Áldás az ilyen feleség. Ezen kívül persze még rengeteg dolog történt, többek között a Vége című dal megkapta az utolsó hangszereit is, Harsonát játszott fel bele Dani barátom, illetve Könyves Peti egy zongora szólamot húzott fel bele. Jövő héten egy kicsit mutatok nektek a kiadásról, artist use, szerzői jogokról, meg mi egymásról egy kis videót, hogy én hogy csinálom, hogy töltögetem fel, és utána már 9-én ugye az album következik, tehát húsvét vasárnap már találkozhattok a teljes albummal reménységem szerint. Addig is hajrá, sziasztok!